Itt vagyunk Magyarország egyik ikonikus helyén, Liszt Ferencen, vagyis Ferihegyen, a Liszt Ferenc repülőtéren, és azért érkeztünk ma ide, hogy bemutassuk ezt a Hyundai 250D kötője 9 rakodógépet, amit most adunk át az Aeroplex Kft.-nek, repülőgépeknek a felújításával és szervizelésével foglalkoznak. Mit is jelent ez a 250D? Maga a 250 az a 25 tonna emelési kapacitás, a D az a dízel, és a 9 az pedig a 9-es széria. 8900 köbcentis Cummins motorral szerelték föl ezt a gépet, és hogyha átmenjünk a túloldalra, akkor be is szállunk és megnézzük, hogy maga 240 lóerejével mire képes. Ugye azért a 25 tonnát azt mozgatni is kell, és azért ugye kell hozzá a lóerő, és ezt egyébként belülről egy teljesen ergonomikus fülkéből tehetjük meg. Nagyon fontos a környezetvédelmi normáknak, hogy meg kell felelni, és ugye látszik, hogy a gép az AdBlue-val és SCR szűrővel van felszerelve, de menjünk is be és nézzük meg, hogy belülről milyen a vezetőnek a környezete. Egyébként már az ember kedvet kapna itt Ferihegyen, hogy menjen egy kört itt a kifutón, úgyhogy nagyon vissza kell fognunk magunkat, hogy Tomival ne ugorjunk itt neki a kifutópályának. De hogy néz ki maga a beltér? Egyébként hatalmas tágas terem van, 8 légbeömlő nyílással, szóval mindenhonnan tudom kapni a levegőt, és tényleg egy ekkora üvegfelületben, meg azért nyáron most érezzük, hogy most is egy ilyen 28 fok van, és a beton azért tolja a meleget, azért kellemes hőmérsékletet tud varázsolni a kabinban. Rengeteg kar, tényleg, hogy egy repülőn lennénk, ez az 5 kar, ez 5 kört jelent. Ugye itt tudjuk, mint a targoncánál is a villát mozgatni, tudjuk emelni, dönteni, pozícionálni tudjuk a karokkal, illetve egy 5. kör is kihelyezésre került, hogyha egy plusz olyan adaptert szeretnénk rárakni, amivel még pluszban villán szeretnénk valamit hidraulikusan mozgatni, akkor ezzel megtehetjük. Automata váltóval rendelkezik egyébként maga a gép, ez 3 sebességi fokozatban még külön állítható. Található benne külön a hűtőt ki tudjuk fújatni, ezt vagy automatán tudjuk megtenni, vagy manuálisan. Van ugye power és standard mód, környezetvédelmi módok, környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, illetve hogyha Skandináviában lennénk, akkor még üzemanyag fűtés is be tudnánk kapcsolni. Hát azért bízom benne, hogy Ferihegyen nem lesz annyira hideg, hogy erre szükség legyen, de alapfelszereltség a gépbe. Gyújtást adunk és megnézzük egyébként magát a visszajelzőt. Hát már egyébként számomra most az új Mercedes jutott hirtelen eszembe, és látható, hogy kalibrálja is magát. Ugye magát az oldaldőlést, a frontdőlést tudja a gép nekünk mutatni, minden információt itt megkapunk róla, az emelési súlyt, hogy hány tonnát emeltünk, mindent itt láthatunk egy kijelzőn, és nagyon könnyen tényleg gomnyomással láthatjuk, hogy mi van a háttérben, szóval egy tolató radar is segíti a munkánkat. Szóval tényleg, aki ebbe a gépbe ül, az abszolút komfortosan tudja magát érezni, tehát a digitális kezelőfelületeknek köszönhetően, klíma, hát és a rádióról nem is beszélek. Tényleg ez az 5 kör és maga ez a tágas tér, ez a tágas utaskabin, ez nagyon nagyban meg tudja könnyíteni a kezelő dolgát, és az ő komfort érzetét nagyon tudja növelni. Van még benne egy váltókímélő funkció egyébként, hogyha a rakodás közben sokat fékeznénk, vagy néha itt megzavarnak a repülők, szóval az embernek az így elvonja a figyelmét. Hogyha sokat használnánk, akkor ő kíméli a váltót, és erre külön a gép automatikusan odafigyel. Úgyhogy hát bízunk benne, hogy ez Ferihegyen itt a repülőgépeknek az összeszerelésébe kiváló szolgálatot fog nyújtani, és mindjárt meg is kérdezzük, hogy miért ezt a gépet választották. Fiúképpen szerelik össze a gépet, és megérkezett Tóth Norbi, a hangárnak a karbantartás vezetője. Egy pár szót árulj már nekünk az Aeroplex Kft.-ről. Mivel foglalkoztok ti itt Ferihegy közepén? Elsődlegesen egy repülőgép karbantartással foglalkozunk. Ugye 3 fő üzletágunk van, forgalmi karbantartás, hangár karbantartás és alkatrész karbantartás. Ugye 92 óta dolgozunk itt a repülőtéren, mint Aeroplex Kft., és ugye a két régi hangárunkban jelenleg is repülőgépek ipari szintű karbantartásait végezzük.
És hát minden repülés előtt, után milyen gyakorisággal, pluszán kíváncsisággal, milyen gyakran szervizeltek egy gépet? Igen, sűrűn fölmerülő kérdés. Ugye alapvetően a hangár karbantartás az egy mélyebb karbantartás, jellemzően 9 és 14 havonta, függően a típustól, meg egyéb tényezőktől, de 9-14 havonta végzünk mélyebb karbantartásokat a repülőn. Amikor tárgyaltak még erről a gépről, aminek 4 méter az emelési magassága, és a maga 40 tonna ösztömegével, az volt a kérdés, hogy be fog-e férni a hangárajtón, és mondták, hogy 16 méter egy a legkisebb hangárajtó is. Még ekkora monstrumokhoz ekkora gép kell. Mire ezt választottátok? Mit mozgattok majd ezzel a géppel? Alapvetően a repülőgépek hajtóműveinek a teherautókkal való lerakodása a legfőbb problémánk. Ugye, mint ugye mellettünk itt látható, a széles törzsű hangáron készül, aminek a befogadó képessége eléri a ugye Boeing 747-400-as típus méretét. Ezeknek a repülőknek a hajtóműve ugye nagyon nehéz és nagy terjedelmű. Ugye a korábbi kapacitásunk 9 tonnás targoncánk volt, az a hajtóműveiket nem bírja, és ugye nagyon nehéz volt mindig megszervezni azt, hogy a közúti járművekről ugye lerakodjuk, vagy felrakodjuk a hajtóműveket, ezért nagyon fontos, hogy egy saját kapacitást képíts. Elég lesz a 25 tonna kapacitás? Bízunk benne, hogy ellenállás szerint igen. Miért ezt választottátok egyébként, ezt a gépet? Volt valami külön indok? Alapvetően azt gondolom, hogy ár-érték arányban egy nagyon jó gépet vásároltunk. A piacon elérhető típusok közül egyrészt, másrészt pedig nagyon jó extrákat sikerült beleszereznünk, amivel még tovább tudtuk így az ár-érték arányt növelni. Norbi, nagyon szépen köszönöm, jó egészséget és köszönjük szépen. Sok sikert kívánok a géphez, hát bízom benne, hogy hamarosan mi fogunk itt beszélgetni akár kisebb targoncákról is, ennek vannak kisebb testvérei is, hogy azokkal is hamarosan jelentkezni fogom. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!